törvénytervezet nem látja elő a lehetséges legalacsonyabb ajánlat fogalmát. Az eseményt jelenlétével megtisztelte Iván Gyókovics. A tartományi kormány alelnöke az EU-s közbeszerzési törvényeket méltatta, amelyek értelmében 300 ezer eurós értékig nem tekintenek minden beszerzésre közbeszerzésként, ami azt jelenti, hogy a kisértékű és adminisztrációs közbeszerzéseket bonyodalmak nélkül hajtják végre. A Palicsi szemináriumon elhangzott, hogy közbeszerzéskor nem mindig jelenthet minőségi garanciát a felkínált legalacsonyabb ár, és ezen mindenképpen változtatni kell. A szeminárium szervezője a Belgrádi Közgazdasági és Jogi Intézet, a tanácskozás pedig elsősorban a közbeszerzésekben érintett megrendelőknek szánták.